Először 1999-ben rendeztek regionális gitárversenyt Szekszárdon. Környei Miklós gitártanár, a megmérettetés ötletgazdája azt mondja, elsősorban az volt a célja, hogy a gyerekek, akik országos versenyre készülnek, fel tudják mérni előzetesen a tudásukat. Mert hogyha erre fölkészülnek, akkor az az országos versenyen a következő évben nagyon sokat számít, és ez való igaz, hogy ez így is volt mindig, mert aki ezen a versenyen helyezést ért el, az majdnem ugyanazt ért el az országos gitárversenyen is. Tulajdonképpen azóta folyamatosan 3 évente van a verseny, és ahogy most nézem, szerencsére nagyon jó az érdeklődés iránta, és nagyon sokan jönnek a régiek is, meg hát most fiatalabbak, újak is, már így most a tanárokra értem, és tényleg nagyon sokan, és ennek nagyon örülök, mert hát tulajdonképpen a gitárzene az egy, hát mondjuk nekem egy szívügyem volt mindig, de alapjában véve a zene, meg hát a gitárzene mindenképpen jó hatása van az emberekre, úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy ennek a jövőbe is legyen egy ilyen megjelenése ennek a dolognak. 2023-ban 9. alkalommal szervezték meg a Tolnai vármegyeszékhelyen a regionális gitárversenyt. Az eseménynek a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola adott otthont. A várakozásainkat felülmúlta a jelentkezők száma. 79 növendék érkezett, 15 zeneiskolából, 10 városból. Minden teremben gitárosok vannak, még a Csilláron is gitárosok lógnak. 5 korcsoportban zajlik a verseny, egészen 2012-es születésű diákokkal kezdünk, és hát igazából a 18-19 éves versenyzőnk talán a legidősebb. A szóló kategóriák után lesz egy kamara kategória, ahol 12 csoport méreti meg magát. Ez regionális gitárverseny, tehát Tolna, Somogy, Baranya, úgyhogy Siófoktól Kozár, Misleny, Kaposvár, Pécs, Bátaszék, Tolna is, a Tolna megyéből is igen sok versenyző érkezett, úgyhogy nem vártunk ennyi versenyzőt, de nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vagyunk. Rettentő hosszú a nap, minden percünk be van táblázva, úgyhogy a kollégáimmal már így reggel 7 óta ügyködünk a sikeres lebonyolításon, és hát a sikerekben is bízunk. A 9 éves Pulc Donát 7 hónapja pengeti a húrokat. Eredetileg úgy voltam benne, hogy eredetileg csak szolfézsoztam, és gondolkoztam, hogy aztán dobolok is lehet, de nem, mert ugye vannak verső szomszédaink, és a gitár az ilyen szép, lágy, szép hangú hangszer, szép hangja van, és hát a dob az meg hangos, úgyhogy azért is, mert legalább a szomszédok is hallhatnak meg. Hát ilyen, szerintem szép hangszer. Nekem az a kedvencem. Már elsőben, amikor a suliban elsős voltam, már akkor érdekelt az ének, és akkor gondoltam, hogy akkor már elmegyek szolfégyre, hát mi baj lenne belőle. Elmentem szolfégyre, és aztán jött az ötlet, hogy akkor még előképzőben volt, hogy hangszert kellett választani, választottam, és akkor a gitárra esett a választás. Nem az a lényeg, hogy hányadik helyezés vagy, vagy első vagy második, vagy harmadik, vagy nem tudom, hanem az a lényeg, hogy jól érezd magad, tehát ez a lényeg, jól érezd magad, mert lehetsz első, második, hogyha nem érezted jól magad. Katona Zoárt hobbiból kezdett el gitározni. A 12 éves fiú azt mondja, kifejezetten szeret zenélni. Nagyon tetszett eleve a zene, és elkezdtem egyre jobban érdeklődni a zene felén. És kitaláltam azt, hogy gitározok, mert hogy az elég egyszerű, és sok zenének az alapja. Én nem várok nagyon helyezést, én nagyrészt a tapasztalatért jöttem, mert hogyha valaki
egy versenyre akar menni, akkor az komolyabban veszi a gitározás, meg egyáltalán a zenét, és fontosabbnak találja. Ez miatt eléggé nagy motivációt ad. Sok mindent szeretek a zenében, például a közösséget, meg a dalokat. Az az igazság, hogy tőlem időnként szokták kérdezni, hogy milyen stílus szeretek, és én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nekem teljesen mindegy, hogy milyen stílus, az lehet az népzene, akár popzene, vagy jazz, vagy klasszikus zene, vagy bármilyen fajta muzsika. A lényeg az, hogy a zene jó legyen. Na most, hogy ez mit jelent, hogy a zene jó legyen? Hát akkor jó egy zene, hogyha az emberben valamilyen érzéseket megmozdít, és ebből kifolyólag tetszik az embernek, és ebből kifolyólag pedig jó élménye származik az egészben. Tehát az a jó zene, ami az emberben olyan, hogy hívják, akkor tud megindítani olyan érzelmeket, amik az embernek tetszenek, és jó hatással vannak egyrészt az egészségre, másrészt a gondolkodásra, tehát tulajdonképpen mindenre. Az kétségtelen, hogy akik zenét tanulnak és gitárt tanulnak nálam, ezek mindig ugyan értelmesek szoktak lenni ezek a gyerekek, és hát természetesen a tudományos módszerek azok mind arra utalnak, hogy a zene az nagy hatással van az embernek a memóriájára és az egyáltalán a szellemi tevékenységére.